A műsor támogatója a nagyfátakarok.hu. A környezetvédelemben partnerünk a CleanV Kft., illetve a Tiszta Út Alapítvány. A műsor és a környezetbarát automosás támogatója a Greenline Clean Magyarország. A műsort támogatta a Betoncenter Kft. A biztonságtechnikai rendszerek az értékvédelmet vagy életvédelmet jelentik, amivel megakadályozzuk, hogy a veszélyt jelentő események vagy személyek kárt okozzanak az értékeinkben, ingatlanunkban, vagy akár a testi épségünkben. A napellemes áramellátás alkalmas energiaforrás a biztonságtechnikai rendszerek környezetbarát működtetéséhez. Amivel a napellemes rendszer ezt megtermelte, ezáltal nekem nem lesz az, hogy külön még nekem az energiaszolgáltató számlámon plusz teherként fog megjelenni az, hogy nekem van okos otthonom, hogy nekem van elektromos kapunk, hogy nekem van egy vagyonvédelmi rendszerem, legyen tűzjelző, riasztó, vagy kamerarendszer, vagy egy kaputelefon, mert ezeket a napelemes rendszerrel mind-mind kiváltom. Az intelligens riasztó rendszereket nem véletlenül nevezik okos rendszereknek, és minél több funkcióra képesek, annál kifinomultabban tudnak jeleket rögzíteni és továbbítani. Egy virtuális kerítésvédelemről beszélünk. Maga a kamerarendszernek a paraméterét tudjuk úgy hangolni, hogy ők egy hálót, egy virtuális hálót csinál arra a területre, és figyeli a mozgásokat. És ezt a hálót, hogyha valaki valamelyik irányból átlépi, akkor azon nyomban küld egy riasztást, akár fotót készít róla. A beléptető rendszereket a biztonságon túl akár üzleti adatkészítésre is alkalmazzák, amikor például pontos számokkal tudják mérni, hogy melyik napszakban mennyi vásárló volt az adott üzletben. Van a sima normál színes kép, erre rávetít egy ilyen hőtérképet, amivel be van rajzolva, hogy színekkel ábrázolja, hogy pontosan hol mennyit töltenek, és akkor van az oldalt egy ilyen diagram, ami neked megmondja, hogy a kék az nagyon keveset, a piros nagyon sok, tudod, ott vannak, hogy az idő besorolások, hogy melyik szín az mit jelent. A tűzjelzésre, riasztásra, beléptetésre vagy elektromos kapuk működtetésére elérhetők mesterséges intelligencia rendszerek, melyek akár mobiltelefon vezérléssel is működnek. Műsorunk és a Tiszta Energia támogatója a Szolárépítő. A műsor környezetbarát tisztaságáról a Klíni gondoskodik. A műsor támogatója a Magyar Hőszivattyú Centrum Kft. Gerenda és könnyűszerkezetes házban partnerünk a Bioház Team Kft.